Ezekben a kánikulai napokban hétvégén és hétközben is teltház volt a vadkerti tó strandján. Városunkból is sokan választották hűsülésre a tópartját. Tavaly 76.214 belépést regisztráltak a pénztárak. A strandot üzemeltető Vadkert Komszol Kft. Több újdonsággal várta az idei strandszezont. Nyitásunkat megelőzően felújításon esett át a strand területe. A klinkeres WC és annak a környékét teljes felújítás alá tudtuk vonni. Akkor ugye elbontásra került a csúszda, és annak a helyszínét is átépítettük, felújítottuk. A partvonal kialakítása fel, a fújt homokot eligazítottuk és füvesítettük a területet. Ezek a kapuknál végeztünk különböző betonozásokat azokon a kavicsos részeken, amelyek a karbantartásnál és a napi fenntartásnál problémát jelentettek, és a legnagyobb újdonság, hogy bevezettünk az iskola végéig egy olyan sétálójegyet, ami 250 forintba kerül, és azok a nyitodatási időben is be tudnak menni a strandra, akik csak sétálni vagy ebédelni szeretnének. A Solt-Vadkerti önkormányzat rendszeresen bevizsgáltatja a vadkerti tóvizét, és az eredmények alapján nyugodtan lehet fürödni benne. Ennek ellenére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kiadott fürdővízminőségi térképen a tó piros színnel van jelölve. Ez a minősítés egy nemzetközi módszer szerint történik, amely kockázat alapján kategorizálja a szabadtéri természetes tavakat. Egy ilyen kis vízfelületű tó esetében nagyobb lehet a kockázat, mint például a Balaton tekintetében, mivel élővízről van szó, bármikor változhat, és ehhez elegendő egy vihar. Kockázat elemzés alapján, számított értékek alapján kockázatos, és ez miatt vagyunk egy kifogásolt kategóriába behelyezve. Az idejében megduplázta a vízminták vételét a szakhatóság, hogy tegyünk ez ellen, és egy olyan képet kapjunk, ami még valósabb, vagy még pontosabb értékeket tartalmaz, és a 4 vízvizsgálat helyett 8 vízvizsgálatunk lesz, ami már az első 3 megtörtént, és ideig mind a 3 kiváló, nagyon jó vízminőség. És mindenkinek ezt ajánlom a figyelmébe, hogy amikor megérkezik a strandra, ezek mindenhol a pénztáraknál ki van függesztve, és tájékoztatást kapnak róla, nem csak a napi vízhőmérséklet, UV, levegőhőmérsékletről, hanem a vízminőségről, az aktuális vízminőségi eredményről. Az idei nyáron főként sportos rendezvények helyszíne a tó, de az intézmények is szívesen választják családi napjaik, a környékbeli táborok pedig kirándulásaik helyszínének. Az elmúlt időszakban a Vadkerti tónál rendezték meg a tájékozódási futó diák olimpia országos döntőjét, a Kupi Kupa strand kézilabda tornát, a strandbirkózó országos bajnokság első fordulóját. Július 27-én szombaton a tó lesz a helyszíne a Go Sport Egyesület 6. vadkerti tófutó versenyének és mesterhármasának. Lesz megint egy birkózó, strand birkózó verseny. Tervezés alatt van egy strand röplabda kupa, és van a 24 órás tó körüli futás, ami tömegeket mozgat még meg. A Vadkerti tó kempingjében végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően nemrégen 3 csillagos besorolást kapott a kemping. Mostantól még magasabb színvonalú szolgáltatásokkal és kényelmesebb körülményekkel várják a vendégeket.